Köszöntöm a nézőket, új látogatói helyiséget adtak át a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Martonvásári objektumában. A mai esti mérlegben erről lesz szó, maradjanak velünk! Egy játszó sarokban is elfoglalhatják magukat majd azok a gyerekek, akik édesapjukhoz érkeznek a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Martonvásári objektumába. Az új látogatói épület a fogvatartottak reintegrációja elnevezésű EFOP projekt keretein belül valósult meg azzal a céllal, hogy a családi kapcsolatok erősödhessenek. Az egyik terem a képzéseknek ad majd helyet. Építve az elmúlt évek tapasztalataira és eredményeire, a program célja a jogerősen kiszabott szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak, illetve az előzetes letartóztatás alatt állók társadalmi és munkaerőpiaci visszailleszkedésének elősegítése és a bűnismétlési kockázat csökkentése, amelynek érdekében a projekt nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre és a hozzátartozók bevonására egyaránt. Bár a program még korán sem zárult le, már is kiemelkedő eredményekről számolhatunk be, egyébként azt gondolom, hogy országszerte. A projekt megközelítésének és szemléletének sikerességét mutatja a résztvevők magas száma, és az, hogy a fogvatartottak mellett a visszailleszkedést elősegítő környezet megteremtése érdekében megszólításra és bevonásra kerültek a családtagok, a büntetésvégrehajtási intézmények, valamint más külső együttműködő szervezetek munkatársai is. A projekt keretében eddig több mint 4100 fogvatartottat és 900 hozzátartozót sikerült bevonni a programba. 800 fő vett részt kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozásokon, és a képzések eredményeként több mint 550 fő szerzett bizonyítványt. Én azt gondolom, hogy ezek a statisztikai adatok már önmagukban is elég sokat mondanak, én személy szerint mégis az emberi oldalát emelném ki az eredményeknek. Ha az elítéltek a büntetés letöltése után újra megfelelő személyes célokat tudnak állítani, újra megbecsültnek, újra hasznosnak érzik magukat, továbbá úgy érzik, hogy elfogadja és támogatja őket a környezetük, azzal azt gondolom, hogy a visszaesés esélye is csökken. Egy kicsit visszamennék az időben, hiszen a 1040/2011-es kormányhatározat döntött a büntetés végrehajtási intézetek férőhely bővítéséről. Ezen program keretében került sor a korábban bezárt Martonvásári jelesül ezen intézmény felújítására és ismételt megnyitására. Akkor ez kormányzati beruházás keretében készült el. Sajnálatos módon a költségvetési erőforrások nem tették lehetővé, hogy egy kor 21. század követelményeinek megfelelő látogatóhelységet, oktatási helységeket létesítsünk a fogvatartottak számára. Hosszú ideje kerestük azt a pályázati lehetőséget, ahol ezt az évek óta fennálló hiányosságot pótolni tudjuk. Erre adott lehetőséget ez az EFOP program, és én szeretném megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának, államtitkárasszonynak, a büntetésvégrehajtás belügyminisztérium projektvezetőinek, hogy ezt a programot felkarolták, és lehetővé tették, hogy mintegy 19 millió forint értékben az intézet saját kivitelezésébe elkészüljön ez az épület együttes. Azt is el kell mondanom, hogy ezen az épület együttesen fogvatartottak dolgoztak, tehát a költségek csökkentése érdekében minden olyan tevékenységet, minden olyan munkát, minden olyan szakipari tevékenységet is fogvatartottak végeztek, ami ugye az ő képességük, végzettségük alapján kivitelezhető volt. Így gyakorlatilag ez egy üzemen kívül lévő kazán helyiség volt, a bontási munkálatokat, a betonozási munkálatokat, a falazást, a festést, mázolást, burkolást mind fogvatartottak végezték. Mint ahogy említettem, 19 millió forintból sikerült ezt a létesítményt megépítenünk. Folyamatosan 10 hónapon keresztül 10 fogvatartott, mintegy 14 ezer munkaórát fordított arra, hogy ez az eredmény szülessen. Mindannyian tudjuk, hogy a büntetés végrehajtási intézetekben az egyik legnagyobb probléma a család távolléte, a feleség, élettárs, a gyerekeknek a távolléte. Ugye a jogtudomány is a börtön általmak között sorolja
a családi kapcsolatok beszűkülését, megszűnését, és nagyon fontos az, hogy ezek a fogvatartottak milyen körülmények között tudják fogadni a családjaikat. Egyáltalán hajlandó-e a család bejönni, ahhoz, hogy egy édesanyja a 3 éves gyermekét behozza a börtönbe, az egy komoly dilemma. Ezt a dilemmát próbáltuk egy kicsit megkönnyíteni azzal, hogy egy világos, szép, korszerű környezetbe úgy hozhatják be ide a gyerekeket, hogy gyakorlatilag a börtön területére nem is kell belépni. Mindenféleképpen az volt a cél, hogy ezek a fogvatartottak, mert azért el kell mondani, hogy itt a Martonvásárhelyi egységünkben mintegy 160-180 elítélt tölti a büntetését, mindannyian a kisebb súlyú bűncselekményekért viszonylag rövid szabadságvesztést töltenek, jelentős részük külső munkahelyen dolgozik, tehát ők azok, akiknél a reintegráció a legnagyobb eséllyel megvalósul. Esetükben már a befogadáskor a legfontosabb feladat a reintegrációs célkitűzéseknek az érvényesítése, és nem győzöm még egyszer hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy a család bejöjjön, hogy a családi kapcsolatok élők legyenek, hiszen itt ebben a családi beszélő helyiségben ölébe veheti a gyermekét, sokkal üdvözölheti a feleségét, ami a magyar büntetés végrehajtásban szinte kuriózum. Nyilván a projektszervezetben résztvevő tanácsadók jelen vannak ezeken a családi beszélőkön, amennyiben szükséges pszichológiai segítséget is tudunk biztosítani ahhoz, hogy ezek a családok ezt a nem könnyű időszakot átviseljék. Én azt gondolom, hogy köszönetet kell mondani azoknak a kollégáimnak, akik ennek a létesítménynek a létrehozásába közreműködtek. Nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztak, mindannyian tudjuk, hogy egy pályázat megfogalmazása, megírása, a pályázati feltételeknek való megfelelés nem könnyű, nagyon komoly gazdasági és pénzügyi jogi ismereteket igényel, és én azt gondolom, hogy külön meg kell köszönnöm Csima Miklós alezredes úrnak, a projektvezetőnek, aki ennek a programnak a kiötlője volt, és mindvégig nagy aktivitással, szorgalommal vett részt. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot mondjak a Baracska Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben az EFO program megvalósulásáról, ha bár elő lesz még szó. Én azt gondolom, imponálóak a számok. Eddig több mint 430 fogvatartott lett bevonva a programba. 101 fő szerzett valamilyen képesítést, szakképesítést a program keretében. El kell mondanunk, Baracskán van egy nagy sütőüzemünk, a legtöbben a pék és a sütőrépai segédmunkás végzettséget szerezték meg, ami megszerzi a fogvatartott a végzettséget, ezt követően dolgozik a péküzemben, és szabaduláskor tényleg egy olyan oklevél van a kezében, egyrészt nem derül ki belőle, hogy a börtönkörülmények között végezte a tanfolyamot, másrészt ott egy tényleg olyan pék szabadul, aki ért a tevékenységhez, és aki a munkaerőpiacon nagyon könnyen, nagyon gyorsan el tud helyezkedni. De itt a Martonvásári alegységünkben is volt épületgépkezelő tanfolyam, festőmázoló tanfolyam, és gyakorlatilag ennek a létesítménynek az építésében is azok a fogvatartottak vettek részt, akik részt vettek a motivációs kompetenciafejlesztő tréningen, ezt követően részt vettek a szakképzésben, ezt követően részt vettek ennek a létesítménynek az építésében, és ők azok többek között, akik itt fogadhatják a látogatóikat ebben a helyiségben. A büntetés végrehajtási szervezet egyik célfeladata a fogvatartottak reintegrációja, a börtönártalmak csökkentése, a munkaerőpiaci visszailleszkedés elősegítése, valamint a civil szférában is elfogadható szakmaképzések biztosítása. Azon felül, hogy a büntetés végrehajtási intézetekben 100%-os foglalkoztatás a cél, társadalmi szinten is nagyon fontos a foglalkoztatottság növelése, melynek folyamában jelentős szerepet tölt be a fogvatartottak motivációjának, érdeklődésének felkeltése, a különböző szakmatípusok, munkák és egyáltalán a munkavégzés terén is. Fontos számukra, hogy már a szabadulásokat megelőzően felkészüljenek a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre. Nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a fogvatartottak aktív szerepvállalása, személyre szabott fejlesztése és közvetlen környezetük érzékenyítése és támogatása is.
Ezeket a célokat tűzte ki a büntetés végrehajtás, a belügyminisztérium országos parancsnoksága 2016. október 1-én közösen elindított EFOP 1.3.3 kiemelt fogvatartottak reintegrációja projekt, amely 4,2 milliárd forint Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásból valósul meg a konvergencia régiókban. Fontosnak tartottuk a büntetési végrehajtási intézetek közötti átjárhatóság és átszállítások szempontjából, hogy a tevékenységek országos szintű lefedettséget tudjanak megvalósulni, ez viszont szükséges volt, és a belügyminisztérium nyújt támogatást, hogy a fogvatartottak regenerációs program keretén belül a Közép-Magyarország régióban is megvalósuljon a hasonló célkitűzések hasonló szakmai tartalommal. Természetesen, mint minden projekt, ez a kiemelt projekt is a teljesítés szempontjából mérföldkövekhez volt hozzárendelve. 4 mérföldkövet tűztünk ki célul, ez idáig mindegyiket teljesítettük. A következő célkitűzésünk 2020. március 31-ig szükséges elérnünk. Erre az időpontra országosan 4370 fő fogvatartott, 750 fő hozzátartozó bevonása fog megvalósulni. Továbbá 1500 fő fogvatartó fog részt venni valamilyen kompetenciafejlesztő foglalkozáson, többek között önismeret, agressziókezelés, életvezetés, kommunikáció, drogprevenció, alkoholprevenció, agressziócsökkentés, asszertivitás témakörökben. Az objektumunkat 2015-ben egy őrzött területet adtak át, és nagyon kicsi helyiség állt rendelkezésre a fogvatartottak beszélőinek, családtagjainak fogadására. És 2017-ben, amikor elindult ez a projekt, ez lehetőséget kínált arra, hogy helyiséget újítsunk fel, azaz a meglévő helyiségeinket más célra is használjuk. Ötletként merült fel, hogy egy használaton kívüli kazánház pont az egy másik helyiséggel szemben volt, hogy ezt miért nem újítjuk fel, és ebben nagyon szép látogatóhelyiséget és foglalkoztatóhelyiséget lehet kialakítani. Ezt az ötletet a projekt vezetői, országos parancsnokság is támogatta, és 2018-ban elkezdődött az effektív munkáltatás, és jelen pillanatban, november hónapban ezt befejeztük. Úgy tervezzük, hogy ezt a helyiséget e hónapban már használatba vesszük, tehát a fogvatartottak itt fogadhatják hozzátartozóikat, gyermekeiket, és egy kulturált környezetben, mint egy 2 óra időtartamban családtagjaikkal eltölthetik ez az időt, gyermekeikkel játszhatnak, és ezzel gyakorlatilag elősegítjük a családi kapcsolatokat, tehát a fogvatartottak rendszeresen ismétlik ezeket a találkozókat, havonta meg tudjuk ismételni ezt a tevékenységet. A fogvatartottak reintegrációja a projekt keretében valósulhatott meg, ennek az épületnek a felújítását, építése. Mi ennek a projektnek a lényege, miért tartják annyira fontosnak, hogy megvalósuljanak a célok, amiket kitűztek? Hát ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert a fogvatartottak viszonylag egy börtönben, egy elszigetelt környezetben élnek, és ezen a projekten belül olyan tevékenységet, olyan programokat hoznánk létre, amely, hogyha még szabadul, a társadalomban hasznosítani tudnak, vissza tudnak illeszkedni. Ilyenek ugye voltak a különböző kompetenciafejlesztő foglalkozásaink, ahol a fogvatartottak például egy önéletrajz írás tematikát megtanultak, önismereti tréningeken vesztek részt, illetve szakmaképzéseken vannak, és a visszajelzéseik szerint a fogvatartottak ezt jól hasznosítják szabadulás követően, azaz el tudnak helyezkedni, és hasznos tagjai lettek a társadalomnak. Kik dolgoztak azon, hogy megvalósulhasson ennek az épületnek az átépítése? Hát ezen az épületnek az átalakításán dolgoztak, mint hivatásos állami tagok, illetve fogvatartottak, tehát az effektív munkákat, a fizikai munkát a fogvatartották hajtották végre. Hogyan volt erre kompetenciájuk, hogy meg tudják csinálni ezeket a munkákat? Milyen előkészületek voltak szükségesek ehhez? Hát ennek az épületnek a felújításához ugye a szakipari tevékenységek voltak, ezért köműves végzettségű fogvatartottakra volt, vízszerelőkre, villanyszerelőkre, és minden képzésből adódóan festőkre is szükségünk volt, tehát gyakorlatilag mind házon belül ezt meg tudtuk valósítani. Illetve az állományi tagjaink, kollégáim munkáltatták, felügyelték a fogvatartottak, ők is a szakma képzett emberek,
és ők felügyelték, irányították őket. Mit gondol arról, hogy létrejöhetett egy látogatói helység és egy oktatói helység teljesen megújulva, egy nagyobb teret adva annak, hogy fogadhassa hozzátartozóit, és hogy oktatásokban vehessen részt? Szerintem ez nagyon jó projekt, amit véghez vittek itt a Büntetési Oktatási Intézetbe. Ezáltal szerintem nagyobb képzéseket tudnak végezni hozzátartozókkal, itt nagyobb, szimpatikusabb környezet, mert a helyiségben tudnak találkozni a hozzátartozókkal, akik bejönnek, és ez a fogvatartottaknak is sokat a nagyobb lehetőséget ad, mert nagyobb létszámot tudnak idejönni, mint amit eddig voltak, és a családdal is jobban tudnak érintkezni. A projekt célja, hogy a fogvatartottak családi kapcsolatai erősödjenek, és a kialakított oktatói teremben olyan ismereteket szerezzenek, amelyek segítik visszailleszkedésüket a társadalomba, a foglalkoztatásba. A beruházás 19 millió forintból valósult meg. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben a Közép-Dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet Martomásári objektumába kalózoltuk el Önöket, ahol láthatták az új látogatói helyiséget. Köszönjük a mai figyelmüket, viszontlátásra!